Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Solymosi Tari Emőke vagyok, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának a vezetője. És nagy öröm számunkra, hogy ez a keddi Kaleidoszkóp című pódiumbeszélgetés sorozatunk elérkezett ma a 30. programjához. 2015-ben kezdtük. Annak idején Súlyok Miklós művészettörténésszel alakítottuk ki ennek a körvonalait, ennek a sorozatnak, és Súlyok Miklós nagyon nagy odaadással szerkeszti ezt a programsorozatot, amelynek az a lényege, hogy igyekszünk bepillantást nyújtani jeles alkotóművészek, illetve művészetelméleti szakembereknek a munkájába, az alkotó műhelyébe, úgyhogy itt mindenféle titkokat is meg lehet tudni, és hát igyekszünk persze az aktualitásokra irányítani a figyelmet, tehát lehetőleg azokról a programokról is beszélni, amelyek éppen foglalkoztatják az adott művészt vagy művészetelméleti szakembert. Hát a mai vendégünk Mihály Gábor, koreográfus rendező, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, és azt hiszem, hogy a taps az jogos. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hadd mondjam el, hogy te vagy az első koreográfus itt a kedves vendégeink között. Hát a néhány dolgot azért hadd mondjak el előre. Ugye Mihály Gábor a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának a levelező tagja, 5 éve. Számos díjjal tüntették ki a munkásságát, Harangozó Gyula díjat kapott, Imre Zoltán díjat, Magyarország érdemes művésze lett 2014-ben, és 2 évvel ezelőtt is kapott egy újabb díjat, Seregi László díjat, és ami hát egészen fantasztikus, hogy a vezetése alatt álló Magyar Állami Népi Együttest is számos díjjal tüntették ki, és megkapta egyszerre a Prima díjat, és a közönségtől a Prima Primissima díjat is. A beszélgető társa Mihály Gábornak, és hát remélhetőleg, hogy sok mindent meg fogunk tudni az ő munkásságáról, Hegedűs Sándor, tánctörténész, akit szintén nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Nem történész. Elméleti, inkább táncelméleti. Táncelméleti szakember, igen, szakíró, és vele kapcsolatban külön föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy hát nagyon nem véletlen, hogy éppen ő beszélget Mihály Gábor vendégünkkel, hiszen a Magyar Művészeti Akadémiának van egy honlapja, ahol az akadémikusokról részletes bemutatást lehet olvasni, és ott ugye minden akadémikus megkér egy kiváló szakembert, aki az ő munkásság szakértő szemmel értékeli, és Mihály Gáborról éppen Hegedűs Sándor írta meg ezt a filozofikus magasságokban lévő méltatást. A végén egy nagyon érdekes mondatot lehet olvasni, és én nagyon remélem, hogy erről is szó lesz. Azt írja Hegedűs Sándor, hogy Mihály Gábor koreografikus világában a néptánc a kortárs tánc egyik formájává vált, úgy, hogy közben semmit sem vesztett történeti beágyazottságából, közösségi jellegéből. Hát ez már nagyon izgalmas, úgyhogy átadom a szót önöknek, és ne feledje el a kedves közönség, hogy ez a beszélgetés, ami majd az a kameráknak köszönhetően az internetre is fel fog kerülni, úgyhogy időtlen időkig látható lesz, tehát ismerősöknek nyugodtan föl lehet rá hívni a figyelmét. Tehát hogy a beszélgetés az körülbelül 1,5 órán át fog tartani, és az utolsó 1/4 órában pedig nyugodtan hozzászólhatnak, kérdéseket tehetnek fel vendégeinknek. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen! Igen, Hegedűs Sándornak hívnak, és valóban én írtam egy olyan 15 oldalas tanulmányt, ami a Folk magazinban jelent meg Gáborról. Illetve az Állami Népi Együttes elmúlt 10-12 évéről, ami lényegileg Mihály Gábor művészeti vezetése alatti történés. Én ezt azért vállaltam el, mert valami nagyon izgalmasat vettem észre ennek az életműnek az ismeretében, vagy az eddigi munkásság
ismeretében nem feltétlenül láttam minden előadást, de többségében biztos olyan 80%-osan ismerem azokat a műveket, amelyek szóba jöttek. És azt éreztem, és tulajdonképpen ez is van leírva a tanulmányban, hogy az, amit jelen pillanatban az Állami Népegyüttes csinál, az valami egészen más, mint amit eddig a néptáncművészetben meg lehetett figyelni. Nagyon rövid történeti áttekintéssel nyilván van egy kezdeti időszak a gyűjtést követően, ahol nagyon erősen föllángolt az a vita, hogy hogyan lehet ezt színpadra rakni, autentikus módon ragaszkodva azokhoz az összegyűjtött formákhoz, amelyek adva vannak, vagy pedig ettől el lehet oldani valami módon olyan kifejező eszközöket lehet benne találni, amely valami egészen másról szól. Ebben az értelemben nyilvánvalóan valamilyen fajta dramatikus anyag, narratív és dramatikus anyag az, ami ezt lehetővé tette. Ez utóbbihoz nyilvánvalóan Novák Ferenc életműve az, ami példa, hiszen az ő koreografikus működése teljes egészében erre hajazott. Ez persze nem jelenti azt, hogy a vita az autentikus, nem autentikus kérdésben az elcsitult volna, inkább azt mondanám, hogy elhalványult. Ma már azért ez nem feltétlenül kérdés. Már csak azért is, mert sok ellentmondást és problémát vett fel az autentikusság kérdése. Leginkább és alapvetően azt, hogy az, amit a színpadon látunk, az hiába autentikus egy anyag, hogyha egy olyan színházi millióbe helyeződik át, amelyben én nem tanúja vagyok, ahogy eredetileg annak a táncnak, amit táncoltak itt-ott ilyen-olyan-amolyan ünnepségeken vagy alkalmakkor, hanem nézője. Ez óriási különbség. Egészen más jelent tanúnak lenni egy adott közösségben. Tudnék, a tanúság az közösséget feltételez. A közönség pedig nem közösség. És ez itt nagyon markáns, nagyon erőteljes különbség. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy hiába van autentikus anyag a táncszínpadon, formája, lényegét tekintve az egy mű, adott esetben műalkotás, és mint ilyen mű és nem néptánc. De az újdonság, amit én az Állami Népi Együttes pályaívében láttam, az nem is ettől érdekes, hogy erre a vitára hajaz, amely nyilvánvalóan egyébként önmagában is megérne egy vitát, hiszen nagyon súlyos kérdéseket vett fel, hanem az a változás, amelyet épp a Novák Ferenchez, életművéhez való viszony, illetve a Gábor mestereihez való viszony jelent. Ott éreztem ugyanis egy nagyon fontos, nagyon lényeges változást, azzal, hogy fölmondja a narratíva szükségét. Ez lényegileg azt jelenti, hogy azokat a néptáncművészetre rárakódott jelentésrétegeket nagyon apránként, nagyon finoman lehámozza egy-egy előadásról, és különös módon maradott valami, ami nagyon-nagyon-nagyon meghatározó és tárgyba vág, a tánc maradott. Az a tánc, amelyről bizonyos értelemben mai napig nagyon keveset tudunk.
itt jön be az én eredeti szakmám szerint a filozófia, amely egy lehetőséget ad arra, hogy a táncot, mint testi aktivitást gondoljuk el, és ebben az értelemben egy egészen más beállítódásban szemléljük, mint ahogy általában egy előadást szemlélünk. És akkor itt most nem tudom megkerülni azt, hogy táncelméleti megfontolásokat tegyek, hiszen Gábor életművében pont ezt látom izgalmasnak, hogy nem a tradíció egyenes vonalú követése az, ami az övé, hanem valami minőségileg új kezdődik általa. Végső soron a néptáncművészetnek ez tulajdonképpen az alapkérdése. Az a kérdés, hogy hogyan lehet egy anyagot, egy összegyűjtött anyagot olyan korszerű kifejezési formává tenni, amely jelenlétélménnyel vagy aktualitással bír. Az ugyanis, hogy hogyan táncoltak őseink több generációval előttünk egy zárt vagy relatíve zárt falusi közösségben, annak van ismeretértéke, ezt egy percre nem vitatom, és óriási jelentősége annak, hogy ez az anyag szemben Nyugat-Európával össze van gyűjtve, és ebben az értelemben meg van őrizve, de ez csak egy lépés ahhoz, hogy ez a műforma létrejön, vagy ebből az anyagból olyan előadások szülessenek, amelyek jelen valósággal bírnak, amelyek a mi valóságunkat tükrözik, vagyis lehetőséget adnak annak arra a nézőnek, hogy saját magát lássa benne, és nem egy egykor voltat valami múlt relikviát. Igen, de ahhoz, mondom, icipicit kell beszélni arról, hogy mi is a tánc. Tudnélik, sem a kortárs tánc, sem a balett nincs abban a lehetőségben jelen pillanatban még, hogy a tánc saját közegébe jusson. Bizonyos értelemben a balett a maga erős narratíváival uralja a mai napig a táncművészetet, és itt láttam én Gábor életművében egy olyan lehetőséget, amely ezt nagyon-nagyon szépen, óvatosan lebontja. És mondom, ahogy az előbb említettem, ott marad, ott van a tánc. Igen, de mi az, hogy tánc? Itt leszek persze nehéz helyzetben, mert némi filozófiai hátországot kell ehhez mozgósítanom. Ugyanis a tánc a test létmódjaként értékelem és viszonyulok hozzá, amelyre mondom a kortárs filozófiai áramlatok adnak nagyon-nagyon-nagyon erős lehetőséget, sőt, a nonverbális művészeti ágak között olyan művészet például, mint a zenetudomány, vagy akár a képzőművészet is. Az a képzőművészet, amelynek a kutatása jóval megelőzi a táncművészet jelen pillanatbani kutatási metódusát. Ilyen értelemben a táncelmélet megkerülhetetlen ahhoz, hogy valami módon értékelni lehessen, tisztán látni lehessen azt, ami a színpadonban, akár a tánckánonban, vagy más egyéb Mihály Gábor művekben. Mit jelent az, hogy testi aktivitás, és mi itt a gond ezzel, vagy nem beszélve arról, hogy mit jelent az, hogy a tánc a test létmódja. Hát mindenek előtt azt, és itt rögtön a közepébe úrunk a problémának, hogy a test nem közvetítő eszköz a táncban.
Mi megszoktuk, hogy a művészetek lényegileg kommunikatív tartalmak. Egy speciális, erős érzékiséggel bíró kommunikatív tartalmak. Én nem azt fogalmazom meg, hogy ilyen kommunikatív tartalmakat a Gábornál nem látni, hanem azt, hogy nem az a lényege. Minden további nélkül lehet egy olyan nézőpontból látni, amelyben egy ilyen előadás tulajdonképpen valamilyen fajta gondolatot, tartalmat közvetít, és ilyen értelemben nem feltétlenül ugyanonnan nézem én majd most ebben a kísérletben mindazt, ami történik. Mit jelent az, hogy nem kommunikatív tartalom, hanem a testlét mondja? Mindenek előtt azt, hogy máshogy érzékelem a táncos testét, mintha az kommunikatív forma lenne. Ha kommunikatív forma lenne, akkor nyilvánvalóan azokra az értelemalakzatokra figyelek, azokra a gesztusokra, testbeszédre, vagy kompozíciós szerkezetre, amelyben fölfedezem, megpróbálom megérteni azt a tartalmat, azt a koreográfikus szándékot, amely a színpadon van. Természetszerűleg nagyon is lehet így nézni. És mi történik akkor, ha nem így nézem? Az gyakorlatilag azért is úgy lehetséges, hogy érintés karakterrel bír. Ez most egy nagyon-nagyon sajátos szó. Érintés karakterűség az lényegileg azt jelenti, hogy nincs távolság a színpadi esemény és a saját testem között. Olyan erős érzéki impulzusok és hatások érnek, amelyben nyilvánvalóan ott ülök, de átveszem azt a rezgésszámot, amely rezgésszám a színpadon történik egy abszolút jelen időben. Ez ugyanis teljes egészében jelen idő. Ez lényegileg azt jelenti, hogy a tánc maga felolvasztja azt, hogy itt egy művet látok, egy koreografikus ténykedést, kvázi betanulták a táncosok, és a betanulást követően előadják nekem. De ha ezt jól, szabadon, energikusan, önfeledten teszik, akkor abban a pillanatban a távolság gyakorlatilag megszűnik köztem és a táncosok között. Ez azért hihetetlenül fontos, mert utána néztem, hogy a filozófiában a közelséget azt mindig kis távolságként értelmezték, és soha nem érintésként. Lényegileg az érintésnek, az érintettségnek és az érintésnek kizárólag a 20. században született meg a újra felfedezése vagy vizsgálata, és kapott reflektálást, reflexiót. Az érintésnek ugyanis megvan az a nagyon izgalmas sajátossága, hogy benne a saját individualitásom válik problematikussá és kérdésessé. Mit jelent individumnak lenni? Egy tovább nem osztható létezőnek lenni. Azt jelenti, hogy én magam, ahogy ülök ott a nézőtéren, a magam emberi mi voltában, magamon viselem azokat az előítéleteket, amely előítéletek 2000 évesek, és hihetetlenül nehéz belőle kivetközni magunkat. Mit jelent ez az előítélet? Az például, hogyha valakivel legközelebb találkozom, felismerni engem testi alakomnál, létemnél fogva fognak. De megismerni nem.
meg ahhoz, hogy leülj, hogy megismerjen valaki, le kell ülni és beszélgetnünk kell. Azt kell látnom, hogy mi van belül. Milyen lelki-szellemi tartalmak és problémák az, ami engem jellemez, és akkor kap valaki valós behatást rólam. A testem ennek mélyen alárendelt ebben a hagyományban. Tulajdonképpen Nietzsche volt az első, és azt követően aztán a 20. században már jó sokan, és nem is paritjával, hanem nehéz fegyverzetben próbálták meg feloldani azt a metafizikai dualitást, amelyről jelen pillanatban beszélek, ez a testlélek dualitás, ahol én magam, az én énem szellemi lelki realitásként az, amihez a testem járulékos. Itt rögtön közbevetőleg mondanám, hogy talán ez az, ami miatt meg lehet különböztetni a színészt és a táncost. A színész minden további nélkül kölcsönadhatja ugyanis a testét, hiszen nem fontos. Bizonyos szempontból nem fontos. Az, hogy Hamletnek milyen teste volt, vagy Rómeónak, vagy Júliának, vagy bármelyik figurának, azt mi nem tudjuk, sőt, azért nem tudjuk, mert nem is fontos tudnunk. Miért? Mert mit jelent Hamletnek lenni? Hamletnek lenni egy olyan habitust jelent, egy olyan mentális tartalmat jelent, és egy olyan okosságot jelent, amelyet Shakespeare megírt, és amely bármilyen fajta testben elképzelhető. Egy táncos ezt nem tudja megtenni. Egy táncos nem tudja a saját testét kölcsönadni egy szerepnek. Nyilvánvalóan a narratív előadásokban, mondjuk a balettben, minden további nélkül eltáncolhatja valaki Júliát. De átdereng ezen a szerepen a saját teste. Nem tud tőle megszabadulni. Miért? Mert ettől függetlenül ő pörögött, vagyis kiderül valami az, hogy az a tánc előadás, amiről szó van, nem a narratívában lesz önmaga, hanem a színpadi jelenlétben lesz önmaga. Abban a színpadi jelenlétben, amely ott és akkor történik a táncossal, és egyben, ha jól működik az előadás, a nézővel is. Végsősorban hogy működik a balett? Úgy, hogy van két gesztus, amely gesztust összeköt egy ív, közben tiszta tánc van. Nehogy már azt mondja valaki, hogy az, hogy a primadonna 32-t pörög spiccen, annak bármilyen fajta jelentése lehetséges. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehetséges. Még akkor sem, ha azt szoktuk mondani, hogy hát dehogy nem érzelmeket közvetít. Itt az az változás, amelyben a táncelmélet egy új kiinduló pontot próbál megkeresni, itt nem az érzelmeket közvetíti a tánc, hanem érzékeket közvetít, érzéki momentumokat közvetít, azokat az energiákat és impulzus értékeket, amelyeket meghatározott forma esetén én föl tudok fedezni a saját testemben, ha megfelelően nyitott vagyok. Oda ez nagyon-nagyon fontos, ez a nyitottság, vagyis egy olyan beállítódás, ahol nem ural el engem a biztonságélményem. Mert miért van szükség arra, hogy ne feltétlenül legyek nyitott, vagy jelentést keressek egy táncjázi előadásban? A biztonságélményem okán. Fel akarom fedezni jelentéseket, és a jelentésekben megnyugodni. Ezek a jelentések nyilvánvalóan a saját életemből fognak táplálkozni egyébként némi inspirációra, hiszen csak azt és annyit láthatok táncelőadásban jelentést keresve, ameddig az én életem terjed, amit fel tudok itt fogni. Tehát ez,
ez az az újdonság, amelyben én közelítettem a Gábor koreográfiáihoz, és ez az, ami miatt elhangozhatott az a mondat, hogy ez lényegileg a kortárs tánc egy formája, ahol föl lehet fedezni relatív zártságát a koreográfikus anyagnak, de az a matéria, az az elevenség, amellyel telítve van, és az a jeltől való függetlenülési folyamat, az átüt ezeken az zárt formákon, és válhat egy teljes értékű előadás, illetve befogadás lehetőségévé. De nem akarnám folytatni, majd bármilyen fajta kérdésre nyilvánvalóan válaszolok. Egy kicsit szeretném a Gábort is szóra bírni, megkérdezni az ügyben, hogy... Ezt örömmel hallom. Mi az, amely alapvetően motiválja valamilyen tematika megszületésekor? Miközben itt hallgattalak, azon gondolkoztam, hogy milyen nehéz lesz nekem megszólalni, aki nem a szavaival, hanem a mozdulataival próbálja magát kifejezni. És miközben nagyon erős tudatosság van bennem azok szándékok elérésére, amik itt elhangzottak, hogy milyenek is az én koreográfiaim, vagy milyen műsoraim, természetesen nem ilyen mély filozófiai alapokon nyugszanak ezek. Inkább belső érzések, amelyek vélhetően találkoznak az én műveimet elemző tudás halmazzal, vagy azokból táplálkozva igazságot nyer, hogy az én elsősorban belsőmből jövő érzéseim az igen megfelelnek bizonyos nagy esztétika vagy filozófiai valóságnak. Hát mi motivál? Természetesen a hagyomány motivál. Valóban folyamatos viták zajlottak, és még azt hiszem, hogy zajlanak is az autentikusság kérdése. Ezt én túlléptem, hiszen én azt gondolom a műveimre, én önmagamban azt mondom, hogy vannak olyan előadásainkben a hagyomány talán a nézők számára határozottabban vagy egyértelműbben jelenik meg, és vannak olyan előadásaim, ahol ez kódoltabban. De minden ugyanarról szól. Én azt hiszem, hogy mindig ugyanarról beszélek, a hagyományról, a közösség fontosságáról, persze is magyarságról is, és identitás erősítésről is, és hát persze nagy olyan emberi érzésekről, amik fontosak az ember számára, persze szerelemről, életről is, és halálról. Ezek a nagy általános gondolatok. Biztosan ezek ilyen kicsit közhelyesek, de hát akkor is azt hiszem, egy művészt ilyen nagy általános kérdések foglalkoztatnak alapvetően, aztán persze, amikor egy előadás konkrét tervezése zajlik, akkor ezek a nagy gondolatok kezdenek el leszűkülni, és konkretizálódnak, akár éppen a szóba került a legutóbbi előadásom, a Tánckánon Omás Kodály Zoltán, hát természetesen a Kodályról szól. Ahogy én gondolom, hogy szól Kodályról. Szól az urbánus emberről, aki valamilyen csoda folytán rátalál a hagyományra, ez őt teljesen megváltoztatja, egészen más világként tekint a világra, és csinál ebből a kész, csinál, komponál belőle egy individualista, hagyományon nyugvó kortárs művészetet. Tehát valami ez az, ami engemet is izgat, hogy hogyan tudom ezt a hagyományt úgy a mai ember számára hozzáférhetővé, elérhetővé, megélhetővé tenni, hogy azok az érzések, amik bennem vannak, amik engem motiválnak, azok valahogy ezekkel a rezgésekkel, ahogy említetted, lejussanak a nézőkhöz. Most Gábor azt mondta el végül is, hogy ha valaki jelentést keres az ő koreográfiáiban, akkor mit talál? És ez teljesen így van. Az én állításom
az alá megy ennek, és azt mondja, hogy mindezen, ami természetszerűleg ott van egy rétegben, átüt az, amit táncnak hívunk, vagyis nem semlegesíti, de zárójelezi. A befogadás élményében sokkal többről van szó, mint arról, hogy mondjuk a tánckánon a kodályról szó. Már csak azért sem, mert melyik kodályról? Nincs, az egy fikció, hogy kodályról szól, mert 360 fokos körben lehetne közelíteni, és lehetne vitatkozni, vitát nyitni arról, hogy most az kodály-e, amiről ez az előadás szól. Hát ez az én kodályképem, amennyiben még rajtam kívül, ha már csak egy embernek is ugyanez a képe, akkor már olyan sikerességet érez az ember, ha pedig ezt minél többen ugyanazt a rezgést érzékelik a színpadról, akkor én azt gondolom, hogy ez egy sikeres előadás. És egy nagyon fontosat mondtál, azért, tehát, hogy egy előadás abban a formában, azzal a hatásában kerüljön a nézők elé, ehhez kellenek a táncosok. Azok a táncosok, amelyik megértik és képesek megtenni azt a technikai és lélekbeli utat, hogy eljussanak ahhoz, hogy az a színpadi mű az hitelessé tudjon válni. Nem csak én tőlem válik hitelessé, hanem a táncosaimtól, persze a zenétől, a mai korszerű színház minden egyéb kellékétől, a látványtól, a jelmeztől, hiszen mindaz együtt válik egy teljes egészé, és így válik egy vélhetően hiteles mondattá az, amit én akarok mondani. Hát feltétlenül, mert ha testi aktivitásra gondolok, akkor nyilvánvalóan a két érzékszerv itt meghatározó szerepet játszik, a szem és a fül. A kettő együttműködése és a tánc ereje az, ami érintéskaraktert eredményez, és amelyben ezek a jelentések, vagy jelentés árnyalatok, ezek gyakorlatilag szétoszlanak. Ott vannak benne, de a befogadásnak a minőségében nem feltétlenül ezek fognak, vagy legalábbis nálam nem ezek dominálnak. Egyszerre csak átélem, megélem a saját testemben azt, hogy képes vagyok, írtam is egy korábbi, képes vagyok verbunkra. Életemben nem táncoltam verbunkot, és ott van a testemben. Hogy lehet ott a testemben? Egy olyan lerakódott, öntudatlan rétegemben lehet ott, amelyet nem tudom, hogy milyen közvetítő csatornákon szívtam magamba, és most lám, a táncosok teljesítménye okán fölismerem. Fölismerem, hogy itt van bennem, és tágul ki az én határom, valami olyan fokra, amelyet nem is ismertem, és nyilvánvalóan a testemen keresztül, a testemben történik ez meg. Pont azáltal, hogy nem kontrollálom szellemileg azokat az impulzus értékeket, amelyek a színpadon vannak. De ide az kell, hogy noha nyilvánvalóan arról szól a Gábor koreográfiája, amit elmondott, de az kell, hogy ezek a jelentések ne legyenek erőszakosak. Nagyon-nagyon finomak legyenek. Ott van benne természetszerűleg. Simán ki tudnak jönni, de csak akkor, hogyha távolságban. Feltetőleg én is eljutok ugyanide, aki átadom magam egy ilyen élménynek, az értelemképződés el fog indulni otthon. Otthon, mikor már lecsengett a hatás, a közvetlen érintettségnek az a minősége, amit ugyanakkor ezekben az előadásokban átélek. Nagyon fontos, Sándor, amit mondasz, a ifjú koromban egy előadás után egy általam nagyon tisztelt művész emberrel beszélgettem, és azt mondta, hogy tudjátok, mi a baj a ti előadásaitokban? Hogy megnézem, hazamegyek, és előveszem a
műsorfüzetet, és azt keresgélem, hogy majd hova megyek legkorábban. Ez nekem mélységesen megütötte a szívemet, hogy akkor, az, akkor mivel is megy el az az ember az előadásról? Tehát, hogy az nem jó előadás, amelyik nem hagy az emberre akár boldog emlékeket, vagy nyugtalanító kérdéseket, hogy még otthon, hanyatfekve az ágyban még idézőjelben lemozizza magában az előadást, és akár a hiányokat kitölti az ő saját gondolataival, vagy visszaigazolja azokat a boldog pillanatokat, azokat a hidegrázós pillanatokat. Tehát ez egy nagyon nagy tanulság volt nekem, és ezért aztán próbálom az előadásomat úgy készíteni, hogy valamit vigyenek is el az előadásból. És még egy gondolat, amit az Emőke bevezetőjében mondta, hogy kortárs az, amit én csinálok. Ez a kortárs szó nagyon pejoratív a mai világunkban. Ha egy néptáncos közelébe kerül, akkor úgy furcsának is érzi magát az ember. Bár azt nagyon örömmel veszem, ahogy én tapasztalom, hogy a nagytudású filozófus barátaink nem nagyon tudják megfogalmazni a kortársnak az igazi jelentését. Ezért aztán én egy egyszerű koreográfusként azt mondom, hogy hát én ebben a jelenben élve teszem a dolgomat, és az a fontos a számomra, hogy valóban ez a hagyomány, újra elő kell ezt hoznom, hiszen ez az én nyelvem. Én ezen beszélek. Én azt gondolom, hogy akkor vagyok jó és aktuális, hogyha ezt a nyelvet mai értelemszerűen használom. Imádjuk Petőfi verseit, és József Attilát is, és még Nagy Lászlót is, de a mai költők már nem úgy írnak, pedig ugyanazokat a szavakat használják. Tehát én számomra is a hagyomány, az a mozdulat, az az ének, az a dal, akkor válik általam a nézők száma maivá, ha én ezeket a mondatokat, szavakat úgy rakom, úgy teszem össze, hogy ugyanazok a szavak újra esetleg más értelmet kapnak, vagy ugyanaz az értelme, de más aspektusban jelenik meg. Tehát ennyiben érzem én magam kortársnak, miközben bizonyos kortárs vonaltól meg úgy én távol tartanám magamat, mert kicsit számomra bizonyos esetben, itt a mi táncművészetünkben gyökértelen, én nekem meg nagyon erős gyökereim van, amik nagyon erősen tartanak a földön, és akár fújhatnak a szelek is, én kapaszkodom ebbe erősen. Igen, úgy tudnám hasonlítani, képletesen szólva, Gábornak ugyanis nagyon igaza van, hogy olyan dolgokról beszélünk, amelyek egy preverbális világban történnek, egy nyelv előtti világban. Nem szabadna azt gondolnunk, hogy a nyelv, nyelvünk határai, létünk határai, hogy Wittgensteint idézzem, van egy preverbális világ, egy nyelv előtti világ, a vitális affektusok világa, a közvetlen nyers érzékiség világa, amelyhez jelen pillanatban nincsenek szavaink, mert túl durvák. Egy Eliot idézetet mondanék erre, amely látszólag semmit nem jelent, és hihetetlenül fontos mégis, kifejezvén ezt az érzéki tartalmat, amiről beszélek. Azt mondja Eliot, van a tengernek egy olyan kékje, aminél csak a vér pirosabb. Ez egy értelmetlen mondat. Mégis visszaad valamit abból a kimondhatatlanból, amiről itt a tánc kapcsán mi beszélünk. Visszatérek az eredeti gondolatmenethez. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy fa, ha megnézzük, akkor évgyűrűkből áll. Ezek az évgyűrűk szervesen beépültek a fa jelenlétébe. És itt jön valami nagyon-nagyon fontos. Itt a hagyomány ilyen módon van kezelve. A hagyomány az nem valami, amit ápolni kell, amely rég múlt, és ezért mesterségesen megpróbálom fönntartani, hanem felfedezem saját életem
történelmi gyökereit, teljesen mindegy, hogy arisztokrata voltam és polkát táncoltam, vagy a faluban verettem a néptáncot. Ebben az értelemben a tánc az, amely lényeg. Tulajdonképpen egy mondattal összefoglalva, Mihály Gábor azt fedezte fel nekem az én értelmezésemben, hogy a néptánc is tánc. Igen, valóban az én képemben a tánc, miközben természetesen vizuálisan azokat a mozdulatokat látom magam előtt, amik a második világháború megelőzően egyszer csak a gyűjtéseken megjelentek. Azokon táncoló paraszt embereket. Vagy volt szerencsém Erdélybe felvidéken járva még megtapasztalni személyesen a velük való kapcsolatot és egyébként a táncukat. De a számomra is, és azt hiszem, hogy minden előadás, kicsit gondolkoztam, mielőtt idejöttem, hogy minden előadásom valamiféle a történelem előtti időből indul. Igen. Mert amikor igen. Még a tánc nem szórakozási abszolút. Forma volt, abszolút, hanem abszolút, rituálé. Abszolút, ez nagyon fontos. Miközben én már egy szórakozási forma mozdulatait és világát látom rögzülve a különböző videókon, de én ebben valami sokkal mélyebbet, az emberiség hajnaláról érzem bele, amikor a tánc, mondjuk igen, az istenekkel volt kapcsolat volt, nem pedig a férfi-női kapcsolattartás eszköze. A Novák Tata mondta azt, nem a tánckán, hanem előtte szarvasének bemutatómról, hogy egy rituálék sorozata. És valóban az. Valóságos, vagy általam valóságosnak hit, vagy kreált rituálék sorozata. Mert valahol onnan indul nekem minden gondolat. A Földön apám fia műsorra Czakó Ferenccel készítettem egy homok animációt a világ megteremtésétől. Mert honnan lehet egy történet indítani? Hát csak a kezdetektől. A szarvasénekben ugye Bartók kantának profánája, illetve annak az eredeti román kolindája, amelyik inspirált engemet. Az erdőből inkább azt mondom, hogy mindenféle lények jönnek elő a patakhoz inni. Nem is biztos, hogy emberek, lehet, hogy állatok még, lehet, hogy szarvasok. És hát a tánckánon is valahonnan nagyon valami nagyon korai világból indul, mert valahogy én ott tudok megtámaszkodni, és onnan tudom aztán fölfejteni mindazokat a gondolatokat, amik valóban vagy a nézők számára egyértelműen, vagy szándékosan látens módon jelennek meg. És azoknak van igazuk, akik azt mondják, miközben nagy tisztelője vagyok a klasszikus balettnek is, azoknak van igazuk, akik azt mondják, ha irodalommal összehasonlítjuk a táncot, hogy a tánc az nem novella, hanem költészet. Így, abszolút. Abszolút. Muszáj ezek után elmondanom, nagyon-nagyon idevág azt a József Attila verset, mint egy illusztrálva, amit a Gábor elmondott, és az egybecsengést hangsúlyozva. A világ vagyok, minden, ami volt, van, sok nemzetség, mely egymásra tör. Honfoglalók győznek velem holtan, s meghódoltak kínja meggyötör. Árpád, Zalán, Verbőcé és Dózsa, Tóth, Török, Tatár, Román kavarog e szívben, mely adósa a múltnak szelíd jövővel, mai magyarok. Visszatérve a nyelvre, hogy számomra ez a tánc és zenei hagyomány, az mint nyelvként használom, hogy mindig tudatosan újra és újra visszatérek a gyökerekhez. Erre nekem is szükségem van. A kárpátaljai műsorunkat pedig hát már az utolsó utáni óráknál vagyunk, de még kimentünk Kárpátaljára, románokhoz, cigányokhoz, magyarokhoz, ruszinokhoz, hogy én és a fiatal táncosaim is megérezzék ennek a tradíciónak a szavakban, mozdulatokban,
nem megtapasztalható részét. Utolsó pillanatokban vagyunk, még mi szerencsések vagyunk. Nehezebb lesz az ezután következőre, nem lesz személyes tapasztalatuk, de hát azért az ember tehetsége az tehát én bizakodással tekintek a jövő koreográfusai felé is. Én egy kicsit szerencsés vagyok, hogy még személyesen ezt meg tudtam tapasztalni. Tehát az én, amikor az Állami Népegyüttes műsor politikáját kialakítom, akkor az asszociatívabb, hívjuk táncszínházibb előadások után mindig visszatérek az erősebb, egyértelműbb, tradicionális jegyeket mutató előadások felé. Ahogy mondtam, hogy én magam is újra megismerjem a saját nyelven minden szépségét, hogy akkor aztán abból újra tudjam önmagam világát formálni. Igen, itt gyakorlatilag van egy anyag, ami nem valami fajta romantikus szépelgésben van használva, ahogy jó néhányan. Nem egy paraszti idillt mutat be, hanem a gyökerekig megy vissza. Ezek nyilvánvalóan homályban vannak, tehát nem, végképp nem lehetne tematizálni, hogy mi ez a gyökérzet, de nagyon jó, hogy leszabad menni odáig. És milyen érdekes az, hogy a mi művészetünk, és nem csak most önmagamról beszélek, hanem a színpadi néptánc művészetről, hiszen a nagy elődeink azért megteremtették ennek az alapjait, Rábai Miklóstól Molnár Istvánig, aztán az a nagy generáció, Novák Ferencnek a neve elhangzott, de hát említsük meg Kricskovics Antal, vagy Györgyfalvai Katalin, Szigeti Károly, tehát azért volt ennek a kortárs néptánc színháznak előzménye Magyarországon. És erre támaszkodunk mi is. Az azért olyan csodálatos, hogy miközben mi is ugyanannak az orosz birodalomnak voltunk a részesei, és mégis a mi koreográfusaink ott a 60-as, 70-es években is lerúgták magukról azt a, remélem a Mojszer együttes tagjai nem hallják, amit most mondom, azt a manírt, azt a szimpadiasságot, ami nagyon távol van az igazi, valóságos paraszti, nem is paraszti kérdés, ez tradíciótól. Tehát én még mindig nagyon izgulok minden egyes előadásem előtt. Külföldön meg még inkább jobban izgulok, hogy itt van ez a kis ország, és elvisszük ezt a mi kultúránkat 3, 4, 5, 6 ezer kilométer távolságra, az Egyesült Államokba, Kuwaitba, vagy éppen Dél-Kelet-Ázsiába. És az a csodálatos érzés kerít mindig hatalmába, hogy miközben az esetek többségében azért nagyon, nagyon távoli ez a kultúra. Nem volna igazság, nem volna szabad, hogy legyen valamiféle fogódzó is. De hát hogy ne volna, hiszen olyan történetek mesélődnek el, miközben azt mondtuk, hogy nem verbális ez a színház, amit én csinálok, de vagy olyan formában jelenik meg, hogy ez átüt. Amerikában egyik előadás után ott lazítok a művész bejárónál, és oda jön egy amerikai ember hozzám, és azt mondja, hogy hát nekem meg se fordult volna a fejemben, hogy egy magyar együttes előadását látva kíváncsi leszek a saját gyökereimre. Mert olyan erővel érintett meg ez az előadás, hogy kutatnom kell, hogy honnan jöttem, ki vagyok én ebben a világban. Most hát ettől aztán az ember nagyobb dicséretet nem is kaphat, miközben persze ilyen kis mányok azért van az életünkben, szeretjük ezt a furcsaságot, hogy így az eladás sok végén ez a furcsa hang szűrődjön fel a nézőtérről a színpadra. Táncosként is ott áll az ember agyon izzadva, és nagyon fáradtan, de azért meghallja ezt a furcsa hangot, minden elfelejtődik. És hát koreográfusként, aki most már ott hátul a világosító fülke környékén
izgulok. Tehát szóval jó magyar koreográfusnak lenni, jó egy ilyen kiváló együttesnek az élén lenni, és jó érezni azt, hogy van oka a létezésünknek. Persze, mondtad, ez nagyon-nagyon izgalmas, mert szó volt róla, hogy egy preverbális világig érnek ezek a gyökerek. Valahova a gyerekkor homályába, nekem meggyőződésem, hogy a pár hónapos csecsemő, amikor rúgkapál, meg az ott tánc. Tehát miért is? Azért tánc, mert önazonos testével, és ebben az értelemben nem egy kifejező mozgás pusztán, hanem jóval többennél. Azt majd a szocializációban tanulja meg, hogy ő nem azonos a saját testével, hogy a saját teste csak alárendelt. Valahogy kiküzdeni ezt az elemi gyermeklétet, az, amit én gyökérnek hívok. A gyökerek bennünk vannak, csak meg rájuk kell menni őket. Mi kell, hogy szabadok legyenek a pályák? Az kell, hogy ne legyen a színpadon erőszakos jelentésképzés. Nem azt jelenti ez, hogy nincs jelentése, hanem hogy ne legyen erőszakos jelentésképzés. Ne gondolja a koreográfus, hogy azért van a tánc és a táncos, hogy ő elmondjon valamit. Engednie kell a táncot nyilván komponált formában, nyilván valamilyen fajta tematikai centrum erőterében, de ide bátorság kell. Nem tudok jobb szót. Bátorság és némi tapasztalat, hogy az ember képes legyen megfelelni bizonyos önmaga számára támasztott kihívásoknak. Itt már elhangzott Kodály mester neve, és hát akkor említsük meg Bartókot, és majd lehet, hogy szóba kerül még Liszt is. Nagyon sokáig én nem éreztem önmagamban azt az erőt, hogy ezekhez a mesterekhez idézőjelben nyúljak, tehát mint a zenéket. Elképesztő csodálattal hallgattam, hogy hogyan is tudták azt az elképesztő művészetet létrehozni ebből a hagyományból. Meg kellett arra érnem, és el kellett jutnom odáig, hogy hozzájuk mérhessem magamat. Most ezt én persze teszem, ha igaz, akkor ezt jól teszem, legalábbis eddig talán többé-kevésbé sikerült. Most a következő áldozat az Liszt Ferenc lesz, amivel nagy erővel készülök. A Kodályról csak egy mondatot. Most készült el nemrég egy mű, amiben meg is fogalmaztam, hogy a Kodályhoz való viszony nem interpretatív, hanem transz. Ugyanaz az értékminőség van megcélozva, amely értékminőség a Kodályé. Nem interpretálja Kodályt, hanem egy szuverén művet hoz létre Kodályra hangoltságban. Ez az én interpretációm. Igen, azt hiszem, hogy jól mondod, és ugyanezt szeretném a közelgő új bemutatónál, Lisztnél is megtenni, hogy nem interpretálni Lisztet, hanem valahogy megidézni az ő géniuszát. Igen. Mert ő is a géniuszaink sorába tartozott, akár a rapszódiáit nézem, akár a zongoradarabjait, épp a Csárdás Makabréval dolgozik az Állami Együttes, vagy akár a liturgikus egyházi világát. Őrületes volt ez a pasi. Már hogy bocsánat, hogy ilyen hangot engedek meg a magas akadémia köreiben, de én fiatalok között vagyok, és aztán néha elszólom magamat.
de talán nem volt szentségtörés. Hát például számomra Csárdás Makarbé olyan, mint egy kortárs mű lenne, és 150 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, mikor írtam meg. Hihetetlen, hihetetlen. Olyan zsenikkel vagyunk körülvéve, amitől szárnyal az ember lelke, hogy hozzá kapcsolódhat, és milyen jó magyarnak lenni a kutyafáját. Bárkinek van kérdése, azt örömmel hallgatjuk, válaszoljuk meg, ha tudjuk. Tulajdonképpen az a tézis, amit én most gondolok a néptánchoz való viszonyról, az most korunkban a következő képletet mutatja nekem. Bizonyos értelemben mondjuk az experience sóanyagot csinál belőle. A Kovács Gerzson Péter szintén használja ezt az anyagot, de nagyon erős, ironikus felhanggal. Van egy a Novák Ferencet folytató tradíció, ez helyek közel a Zsura, hol autentikus, hol... Az más kérdés, hogy ki mit, hogy viszonyul ehhez, és mit gondol, hogy miről szól jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, ha már ilyen nevet kapott. És van ez az irány, ez a egyre mélyebben a saját gyökereink felé, és azt saját testünkben, táncunkban felmutatni, és ne csak valami fajta jelentés, előre gyártott jelentésrétegekben. Ezt a Gábor csinálja, és jobb pillanataiban a Juhász Zsolt. Most ugye mi folyamatosan a professzionális színházi néptáncról beszélünk, miközben azért arról kellene ejteni pár szót, hogy azért van itt Magyarországon amatőr mozgalom, és vannak hagyományozók, és vannak művészeti iskolák. Tehát amikor ilyen típusú elvárásokról beszélünk, és én megpróbálok felelni, akkor az elsősorban a professzionális tánc művészetre vonatkozik. A művészeti iskolákban egészen más a feladat. Meg kell ismertetni a gyerekeket a tánccal, minél többet énekeljenek, és valahogy váljon a kultúrájuk részévé. A kiváló amatőr együtteseknek is nem az a dolguk, hogy a legavangárda vagy kortársabb néptánc előadásokat hozzák létre. Nem, ő számukra igenis valamiképpen hagyományőrzés és ápolás is a feladat. Ugyanez vonatkozik a hagyományőrző együttesekre is. Tehát azért a néptánc az egy nagy univerzum, amelyiknek sok feladata van, ennek most mi egyetlen egy szegletéről beszélünk bővebben, ez pedig a professzionális színpadi néptáncművészet. Ahol én nem minősítem a kollégájaimat, mindenki teszi a dolgát, én erre tettem az életemet, hogy így és ilyen tén módon teszem ezután is, ahogy eddig tettem. Tehát, hogy a táncos volt. Igen. Nyilván ez a dolgok mikor indult el a táncosi életedben az, hogy alkotni szeretnél? Hát elég korán. Azt kell mondanom, hogy elég korán, én Jászberényben kezdtem táncolni, és ott egy nagyon kis együttesnek voltam az egyik táncosa, aztán egy óriási lépést jelentett, amikor ez a 70-es évek végéről beszélünk, amikor a táncház mozgalom elindult Budapesten, annak ugye egyik kiemelt emblematikus személye volt Martin Gyögyö, második Tímár Sándor koreográfus, és ő lejött Jászberénybe, és gyakorlatilag ő csinált belőlünk együttest, ő ismertetett meg ezzel a világgal. Ahogy láttam azt a természetességet, ahogy ő ezt a hagyományt, a táncokat megismertette velünk,
Csak egy rövid kitérő. Járt hozzánk egy híres nagy pesti koreográfus, mindig beöltözött, csizma, testhez álló, nadrág és póló, és úgy tanította a táncokat, még az is volt, hogy táncjelírásból. És aztán, hát mi nem annyit tudtunk a világról, amennyit láttunk, ezt láttuk, elfogadtuk. És aztán egyszer csak megjelent ez az alacsony emberke, kockás ingbe, legalább két videóval a vállán, ezeket ledobta, és úgy, ahogy volt, utcai ruhába elkezdett táncot tanítani, tanított három lépés, és utána rögtön azt, hogy improvizáljatok. Teljesen megváltozott a világképünk. És vélhetően ez is inspirált arra, hogy hát akkor ez nem is olyan nehéz ezt csinálni egyrészt, másrészt meg hát persze, az embernek vannak gondolatai, és akkor azokat ki akarja fejezni. Tehát már Jászberényben is ott próbálkoztam egy-két jelenettel, aztán egy nagy lépés volt, amikor 10 évig a Szolnoki Tisza Tánc Együttest vezettem, ott váltam koreográfussá, és aztán az Állami Népi Együttesben megfolytatódott a dolog. A beszélgetés közben láthatjuk ezt a professzionális, gyönyörű képösszeállítást, de sajnos hivatkozások nélkül. És nem lehet sejteni, hogy most ez abból az egy előadásból való, a Kodály előadásból való. Nem, sokból van. Ez szándékosan több előadásból választottam a képeket. Ez például a szarvasének, éppen mint hogyha a vizet innának a létező vagy nem létező patakból ott az erdő tövében. Nem akartam összeválogatni, mert nem tudtam, hogy milyen tematika szerint zajlik ez az előadás, inkább csak ilyen impulzusokat gondoltam, hogy a szem is kapjon a sok magvas gondolat mellett, ami majd itt elhangzik. Ez például a Naplegenda előadásnak egy részlete. Igen. Van-e a világban bárhol ennek a fajta táncszínháznak megfelelője? Nagyon-nagyon kevés. Kelet-Európában gyakorlatilag még az a bizonyos Moiseev együttesi stílus zajlik, ilyen-olyan fokon. Talán a horvátok törekednek a tradicionálisabb megfogalmazásra. Dél-Kelet-Ázsiában vagy Dél-Amerikában is inkább show és revű, mint a tradícióra ilyen szinten való reflexió. Én azt gondolom, bár nem vagyok annyira tisztán most a spanyol táncművészeten, de például Antonio Gades táncszínháza a számomra az valami olyasmi. Ez a 80-as évek, hozzánk is ő jött. Szóval ott akár a mozdulat, akár az érzelem, a táncos együtt rezonál a nézővel, az ott születhetett meg. Tehát mi nagyon unikálisak vagyunk, én azt hiszem. Nagyon egyediek és különlegesek. Hát, Nyugat-Európában nem lett összegyűjtve ez az anyag. Ott a néptánc, az a break, meg az utcatánc. Tehát ebben az értelemben az, hogy itt össze lett gyűjtve nagyon módszeres, szisztematikus munkával, az tényleg egy hungarikum, illetve mondjam, közép-európai sajátosság. Amit amit lehet látni, és én nagy őszinte híve vagyok, Nyugat-Európában azok a volt gyarmatokról érkezett koreográfusok, akik a saját észak-afrikai, vagy bengáli, vagy pakisztáni, vagy indiai tradicionális kultúrájukat emelik be, és hoznak létre abból egy kortárs művészet. De valóban Nyugat-Európában gyakorlatilag elveszett, nem kaptak észbe időben, és elveszett szerintem mind a zene olyan mélységeivel, mint mindnálunk, olyan gazdagságával, de a tánc is. Ilyen nagyon érdekel, mert mondtad, hogy gyűjtelen is jártál, hogy jelenleg hogyan áll a néptánc tényleg a falvakban? Szóval vannak még olyan helyek, ahol ezt természetesen megélik az emberek? Hát nagyon csökken.
De vannak még, ahol az utolsó generáció még a generációkról való tanulás folyamatának eredményeképpen még tud táncolni és énekelni. Ezt nem keverni össze a visszatanítási folyamatokkal, mert azért hál' Istennek az is elindult. Vannak például Erdélyben olyan elszánt lelkészek és lelkész feleségek, akik az adott kis falujukban újra tanítják a táncokat. De azt kell mondani, hogy sajnálatos volna az utolsó pillanatban, tehát 70 körüliek már azok az emberek, akik még úgy egy lakodalomba fölállnak, és akkor még lehet táncolni. Ugye az is a nagy baj, hogy halnak ki a zenészek. És ahol nincs zene, ott meghal ez a kultúra. Tehát egymás után mennek el a nagy primások, hullanak szét zenekarok. Olyan ritka, amikor egy nagy primásnak a fia tovább tudja vinni az apjának a hagyományát. De egy biztos, hogy utolsó pillanatban vagyunk. Aztán, hogy a visszatanítás az milyen mélységig tudja továbbvinni azt a hagyományt, azt nem tudjuk, de most a felületen örömmel látom, hogy Székelyföld szerte például gyerekcsoportok tucatjai vannak és táncolnak. És a másik kérdésem, hogy pont a gyerekekkel kapcsolatos, hogy az előbb egy picit érintetted is ezt, hogy ugye a gyerekekkel meg kell ismertetni a néptáncot. Na most ugye van ez a heti ötszöri testnevelés óra, amiből nem tudom, aztán talán kettőt a szabályok szerint át lehet adni például a néptáncra. Igen. Na most ezt te például hogy látod, hogy mennyire van reális esély, hogyha ezt tényleg minden iskolában bevezetnék, akkor így a gyerekek valahogy tényleg a gyökereikhez visszatalálnának, és valamiféle nyelvként tudnak beszélni a néptánc. Én azt gondolom, hogy az iskolai a heti két óra az kevés erre. Nagyon fiatal, a piciknek ez jelenthet élményt, de ha lépünk előre a korosztályokba, akkor ez kevés. De ezek a ravaszdi néptánctanárok, ezek úgy csinálják, hogy művészeti iskolákat szerveznek, és az iskolai két órán túl összehozzák ezeket a gyerekeket, és kis csoportot csinálnak belőle, közösséget szerveznek belőlük, ahol sokkal intenzívebben és céltudatosabban lehet elérni azokat a célokat. De ezzel Isten őriz, hogy azt mondom, hogy most valami kultúrával foglalkozó államtitkár meghallja ezt, és azt mondja, hogy akkor ne legyen az iskolákban néptáncóra, mert a Mihály azt mondja, hogy nem elég hatásos. Nem, kell ez, de úgy éri el az igazi hatását, hogyha ezekből kis közösségek szerveződnek, és ezt csinálják szerte az országban. Nagyon sokan vannak, nagyon erősek, és rettenetesen ügyesek. Hát gondolom, hogy sokan követték a Felszállott a pávának a televíziós műsorát, ahol hát olyan zseniális kis kölykök táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, hogy az ember... úgy elrepül a szíve ettől is, ettől a tudattól. Minden előadásban dolgozol fiatal koreográfusokkal, hogy látod, hogy ők mennyire képviselnek új utat hozzá képest, hogy mennyire illeszkednek a barzenvonalba, amit... Hát én akkor vagyok megelégedve a fiatal koreográfusokkal, hogyha némiként illeszkednek az én műsoromhoz, de azért egy önálló úton indulnak el. Mert ha nem indulnak el, akkor minek? Hát azon az úton én vagyok, ők ne azon az úton akarjanak menni, hanem egy másik úton. Persze, mivel egy közös kompozícióra van szó, ezért az illeszkedés az nem árt. Valóban én ezt egy olyan küldetésnek is érzem, hogy fiatal koreográfusokat hívjak az Állami Népegyüttesbe. Én, ahol dolgoztam, ott egy koreográfus csinálta éveken keresztül a műsorokat, és az hát akár az önismétlés problémáját is felvetheti. És én akkor megfogadtam, hogyha én olyan szituációs helyzetbe kerülök, akkor egyrészt ennek elkerülésére, másrészt pedig hát, hogyha ha mi most, akik ott vagyunk,
idézőjelben a katedránál, és nem neveljük a jövő generációját, akkor nem lesznek jövő generációja. És az Állami Népi Együttes egy olyan műhely és olyan tér, ahol minden olyan tehetséges fiatal megtalálja a helyét, és tovább tudja önmagát is képezni, hiszen minden infrastruktúrát oda tudok nekik adni. Kiváló táncosokat, zenészeket, és mindazt a háttért, ami kell ahhoz, hogy a maximálisan ki tudják fejezni mindazt, amit ők el akarnak mondani. Én azt hiszem, hogy nem lehet ezt tanulni. Ugye jártam én a táncművészeti főiskolára, akár koreográfus szakra is, de hát nem lehet ezt megtanulni. Vélhetően valahol az őseitem szüleimtől, vagy nem tudom honnan, a jász családomtól örökölhettem, vélhetően. És szerintem elsősorban érzelem kérdése, hogy képes az ember valamiféle olyan plusz érzelemmel rendelkezni, amit aztán meg tud formálni. Miközben aztán persze nagyon sok tudást föl kell szedni, műveltséggel kell vélhetően rendelkeznie, valamiféle képpel a világról, és aztán persze vannak ilyen praktikus, hétköznapi tudások, amiket az ember összeszed az élete során, és akkor már mondjuk azt, hogy könnyebben tud mívesebb alkotásokat létrehozni. Hát és hát persze, hogy megéli az ember a sikereket, és megéli az ember a kudarcokat is, és néha egy nagy pofon az nagyon jól tud jönni. Emlékszem az első Szolnoki Fesztiválra készült koreográfiámra, óriási bukás volt, bel akartam ugrani a Tiszába, úgy húzott vissza a feleségem, de ez nagyon-nagyon jó volt, mert azt mondatta veled, hogy állj meg ember, az nem olyan egyszerű ám, hogy csak úgy kirázzuk a kis ujjunkból. Ahhoz nagyon sokat kell gyötrődni, belül is, lelkileg és fizikailag is. És hát én erre mindig hajlandó voltam, meg remélem, hogy hajlandó leszek még a későbbiekben is, és akkor még lesz egy-két jó dolog, ami után nem akar az ember a Dunába ugrani.